A Kámoni Arborétum hazánk legnagyobb fenyő és leggazdagabb fás növénygyűjteménye. A kert minden évszakban tartogat látnivalót. Hamarosan a rododendronok is virágoznak. Mióta felújították a kertet, még többen tesznek sétát a több hektáros területen, és gyönyörködnek a növényekben, és próbálják meglesni az állatokat. A most megjelent könyv is ebben a kíváncsiskodásban nyújt segítséget. Közel 50 éve adtuk ki az utolsó Kámoni Arborétumról szóló könyvet, és azt tudjuk, sejtjük, hogy majdnem mindenki ma már az internetről informálik, de az egy jó esőérzés mindig kézbe fogni egy könyvet. Úgy gondoltuk, hogy egyfajta megkoronázás annak a néhány évi munkának az a fizikai, valójában is kézbe vehető könyv, amely nem csupán növényekről szól, nem csupán a múltról szól, hanem a jövőről is szól, hogy miért is csináltuk ezt a beruházást. A kötet bemutatja az arborétum történetét is, új információk is napvilágra kerültek a kutatás során. Újdonságnak talán egy érdekes dolog, ami lehet vitatkozni, azt mondanám, hogy ugye általában azzal van a köztudatban, hogy a 15. század vagy 16. századtól kezdve már az sági birtok. Mi viszont egy olyasmit találtuk, hogy csak a 18. század fordulója körül még a Sági József szerezte meg ezt a birtokot. Az írásokon keresztül megismerhetjük azokat az embereket, akik sokat tettek a gyűjtemény létrejöttéért, megmaradásáért. Többek között Bánó István kámoni munkásságáról és személyéről is olvashatunk. A képek segítségével tehetünk egy sétát a parkban, miközben a növény- és állatvilágot is megismerhetjük. A könyv bemutatja, miként vált az arborétum a hazai fenyőnemesítés központjává, milyen tudományos és kutató munkák zajlottak ezzel kapcsolatban Szombathelyen. Most már kifejlett fák mutatják azt, hogy milyen változatosak egyrészt a fák, és hogy a fákban is lehet szelektálni, és ugyanúgy átörökítik a tulajdonságaikat, mint bármely más élőlény, akár állatról van szó, akár virágról. Tehát vannak lehetőségek, úgymond a természet megjavítására, természetesen csak sokkal korlátozottabb mértékben, mint a mezőgazdaságban. No, hát ezt be lehet mutatni egy ilyen arborétumba, és nincs több ilyen a környéken. A kötet, az Erdészeti Tudományos Intézet a Kámoni Arborétum Egyesület összefogásával és a város támogatásával jelent meg. Számos újdonságot tartalmaz az olvasók és a szakértők számára is. 50 év elteltével jelent meg újra kiadvány az arborétumról. Az akkori kötetet Retkes József mellett az a Bánó István írta, aki 30 évig irányította a kertben zajló munkát.